Hajdúnállásváros önkormányzata minden évben zsűrizi a legszebb konyhakerteket a Magyarország legszebb konyhakertjei helyi megmérettetésén, valamint a Tiszta Környezet Jó Közérzet nevű versenyben. A verseny célja az, hogy minél több ember kedvet kapjon a közvetlen környezet ápolására, szépítésére. Május 31-ig lehetett nevezni, a szemle pedig júniusban és júliusban is zajlott a gazdák földjein előzetes egyeztetés alapján. Televízión körbejárta a helyi kertulajdonosokat, akik elmondták, miért is neveztek be a versenyre, és milyen növények találhatóak meg a kertben. A zöldségtől kedve sárga répa, uborka, vannak ilyen gyógynövényeim is, vannak ez a menta, aztán van a amit a húshoz használunk, nem jut eszembe hirtelen a neve, ott van egy kis bokorral, nagyon szeressük. A tavaly télen, pedig nem volt olyan rossz idő, meg nagy volt, a kakukkfűvem az kifagyott. Sok tuját, virágokat ültettünk, alakítjuk a magunk ízlése szerint. Nagyon szeretjük a természetes anyagokat, fával dolgozunk, kavicssal határoljuk el a fű és a beton közti területeket. Vegyszerezni nagyon-nagyon nem szeret, az egész család ellene van, de mégis muszáj néha hozzányúlnunk, főleg ekkora kertnél. Amit lehet, azt megoldjuk kézileszedéssel, lemetszéssel, de ugye az ilyen párás időkben gombásodás, levéltetvesedés óriási fokú, és ilyenkor aztán mégiscsak egy kicsi permethez is hozzá kell nyúlnunk. Az egész család nagyon szereti a kertgondozást, részt is vesz benne mindenki, mindenkinek megvan a maga területe, hogy ki melyik területet szereti. Hatalmas rész füves van a kertnek, úgyhogy a fűnyírás, sövénynyírás, ez heti alkalmasságot kíván. Márciustól fagyásig én állam virág mindig megtalálható. És hát avval kezdem el, hogy hát milyen virág, a hóvirággal kezdem. A hóvirág, az ibolya, a kéknefelejts, ezek olyanok, hogy meg a zárvácska, ez a három, ez olyan virág, hogy ez mindenütt megtalálható a kertben, mert ezt elfújja a szél, de tavasszal én ennek mindig sorját rakok. 4 éve neveztem be a Szép Kertek programba. Nagyon szeretem a növényeket, a virágokat, rengeteg évelős virágjaim vannak, állandóan szépítgetem, ásott kutunk van, és azzal szoktuk öntözgetni a növényeket. Volt egy nagyon szép buxusbokrom, ami sajnos ez év során kipusztult, elszáradt, de pótoltam, és helyette nagyon szép kis egynyári virágokat ültettem, amit próbáltam formálni kör alakba. Középre ültettem egy buxusbokrot, mögé egy nagyon szép évelő magas törzsű rózsát. Egyébként vannak parkrózsák, különféle évelővirágok, a kúpvirág. A szőlőföld gazdák is gondosan ápolgatják kertjeiket, és méltán lehetnek büszkék a több évi kemény munka eredményére. 600 öl, 1864 szögöl, gyümölcsfák, hát ha én most ezt felsorolom, őszi barack, sárga barack, nektarin, akkor körte, kétféle, cseresznyefa, van korai, későbbi, akkor található ribizli, télálló narancs, akkor alma, mogyoró. Pár pillanat hagymásás van, úgyhogy ugorka szedés. Zöldség, sárga répa, karalábei, káposzta, krumpli, hagyma, édeskömény, tök, minden. Belefogtam mindent, kezdtem a virágokkal, majd a rózsákat én saját magam szaporítgattam, csak kis vesszőkkel, stb., tehát nem gyökereseket vettem, és utána majd folytattam hátul a liliumokkal, abból is elég sok fajta van, csak hát ugye az először a fehér, aztán a sárga, stb., az idővel elmegyem már, az nem látszik, és utána, hát ebbe benne vannak, ugye a konyhakerti növények majd jönnek majd utána, a felelhető kezdve a paprikától, az óriás paradicsom, ami 70 deka is volt egy. Csoportosan is többen indultak a Tiszta Környezet Jó Közérzet kategóriában, így városi szinten a helyi szervek is neveztek a növényeikkel. A hajdúnállási református idősek otthonának gondozottjai méltán lehetnek büszkék palántáikra.
tulajdonképpen intézményi kategóriában ugye nevezett be a Hajdonánosi Református Idősek Otthona. Ez dr. Szentpéteri úrnak köszönhető, aki a idősek otthonának a lakója. Természetesen már az elmúlt években többen részt vettek ebben a munkában, hogy kis kertjük van. Az alapállás az lett volna, hogy mindenkinek legyen egy kis zöldséges területe, mindenkinek legyen egy kis virágos területe, de természetesen egészségi állapotuk nem mindig engedheti azt meg, hogy ők ezt gondozzák, így aztán akik majd utánam szólnak, azokra esett a munkának a neheze. Nem csak ilyen kis intézményi kertünk van, hanem ugye virágos kertünk is van. Természetesen a nagyobb munkát a karbantartók végzik el, de aki csak él, tud, mozog és van kedve hozzá, azt szívesen várjuk, látjuk, és kora reggel már a locsolásban, késő este a kapálásban és a szépítkezésben szépítésben és a virágok növények gondozásában részt vesznek lakóink. Én kerültem legkésőbb ide az otthonba. A történet ott kezdődött, hogy találtunk egy szabad műveletlen területet, egy szoványi területet. Azon kezdtem én fölös időmet eltölteni. Csemege kukoricát, zöld babot, kifejtős babot. Szeretjük a virágokat is. A növényeket is, például ott is van egy gránátalma, amit várunk nagyba, hogy mikor fog teremni. Aztán minden különlegességet megkeresünk, és megpróbálunk termelni itt szabad időnkbe. Mindig szerettem a növényeket, a virágokat és a bármilyen hasznos, fogyasztható zöldségféléket. 12 év, hogy itt lakom az idősek otthonába, és hát volt terület, elkezdtem a virágokat szaporítani, vetni, ültetni. A hajdonállási óvodában nagyon fontos szerepe van az egészségnevelésben. A saját kis kertjük gondozásában a gyerekek is részt vesznek, ezzel tanulva meg az alapokat. Óvodánk a Hajdonánási Eszter Lánc óvoda második alkalommal pályázott erre a versenyre. Nagyon lelkesített bennünket, hogy tavaly megnyertük ezt a versenyt, országos első helyezést értünk el, és még nagyobb lelkesedéssel és buzgalommal kezdtünk idén is a kertnek a műveléséhez. Természetesen bevonjuk minden esetben a szülőket, gyerekeket. Már télen elkezdődik ez a folyamat, ahol csiráztatást figyelünk, paradicsompalántokat ültetünk, hajtatásokat figyelünk a gyerekekkel. Tavasszal pedig úgy vontuk be a szülőket, hogy kértük az ásásba a segítségüket, szülők gerebjéztek, tehát a talaj előkészítést a szülők segítségével tettük meg. Az idén első alkalommal neveztünk be a Tiszta Környezet, Jó Közérzet mozgalomba. Tettük is mindezt azért, mert hogy évek óta kiemelten foglalkozunk már a környezetre neveléssel. Óvodánk egyik fő profilja az egészséges életmóddal nevelés, és az elmúlt néhány évben pedig fokozottan figyelünk a gyerekek környezettudatos magatartásának az alakítására. A szülők nagyon jó partnereink ebben a munkában. Amikor néhány évvel ezelőtt elkezdtük az óvodánk udvarának a felújítását, örökzöld növényeket vásároltunk, illetve minden évben egy nyári virágos növényekkel parkosítjuk be az óvodánkat. A hajdonállási lakásotthonban is minél több gyermeket bevonnak a saját kis veteményes gondozásába, amiben szívesen vesznek részt a gyerekek. A lakásotthon nevében rendeztünk be ebbe a veteményes kert versenybe. Azért alakítottuk ki a kis veteményes kertünket, ami igazán tényleg nagyon kicsi, de a lakásotthonban élő gyerekek csak itt, ebben a formában ismerkedhetnek meg a fűnyíróval, a kapával, az ásóval. Csak tőlünk az itt dolgozóktól tanulhatják meg, hogy a kertgondozás csinyát, binyát, csak így tapasztalhatják meg, hogy mi a különbség a vegyszerekkel permetezett és a napérlelte friss üde, zöldség, gyümölcs között.